Pécelen a Rádai kastély kertjében tartották augusztus 20-án hétfőn délelőtt az államalapítás és az államalapító Szent István emlékére rendezett önkormányzati ünnepséget, amelyen az Ossó János Fúvós zenekar működött közre. Az eseményen megjelent és beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője, valamint Szőrösi Ferenc Attila Pécel polgármestere is. Az országgyűlési képviselő beszéde elején Szent István király történelmi hatását, egységteremtő képességét méltatta. Birodalmai fenyegették a magyarságot. Népek és nyelvek sora tűnt el a történelem viharában. Ez fenyegette a magyart is, mert úgy tűnt, nincsen sem egysége, sem pedig ereje a cselekvéshez. Emlékezzünk tehát a Szent Királyra, aki megteremtette az ország egységét, mert volt ereje a cselekvéshez. Aki csak egy feladatot ismert, hogy a magyar ne puszta emlék, hanem eleven, önálló identitással és kultúrával rendelkező része legyen ennek a világnak. Mégpedig önálló jogon, egy szuverén, független és szabad állam jogán. Szent István ezért volt rendkívüli vezető, mert a jövőbe tekintett, és így István napján, a keresztény magyar államalapítás napján, a magyar állam 1000 éves történetének napján nekünk is ki kell mondanunk. Nem a múlt miatt vagyunk ma itt. Ma azért van együtt az ország, hogy a jövőnket ünnepeljük. Igen, kedves péceliek, a magyarságnak van és lesz jövője, mert megteremtjük az egységet, és mert van erőnk a cselekvéshez. Ez Szent István öröksége, és ez az örökség egyik legszorosabb kötelék is, ami bennünket összeköt. Szent István példát mutatott abból, mit jelent cselekedni akkor, amikor új útra lépünk, amikor az irányok nincsenek táblákkal kijelölve. Hogy csak hittel, bizalommal és szeretettel lehet cselekedni, mert csak az képes mozgósítani egy nemzet erejét, akinek szilárd a hite, bizalma és szeretete. Aki világos jövőképpel, elkötelezettséggel és személyes elhivatottsággal áll készen a változásra. Az ünnepi eseményen Tasnádi Petra és a Kiscipő zenekar is fellépett. A polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy muszáj elgondolkozni azon, mi is történhetett bő 1000 évvel ezelőtt. Minden jelképnek, amely az űrzavaros történelmünk során keletkezett, nagyon fontos üzenete van számunkra. Minden ünnepnek az is a célja, hogy egy kicsit megálljunk, emlékezzünk, elmélyedjünk és gondolkozzunk. Igen, gondolkozzunk el azon, mi is történhetett abban a korban, mi lehetett az a történelmi tevékenység, ami olyan hatással volt nemzetünkre, hogy bő 1000 év múltán is évről évre megünnepeljük. Erre most sem adhatok mást választ, mint ami belőlem, a lelkemből fakad. Akik ismernek, tudják jól, nekem az életem, a munkám alapkövei az egység, az összefogás és a szeretet jelentősége. Ez a három alap, amelyben hiszek, amelyekre építek a város vezetőiként is, és természetesen magánemberként is. Ezek az értékek segítettek kibontani az augusztus 20-ai gondolataimat is. A Bibliában, Máté evangéliumában olvashatjuk jól ismert ima egy részét. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A kenyér. Mit jelent nekünk ma, és mit jelentett elődeinknek, és mit jelent a keresztényeknek, Magyarországnak? Engedjék meg, hogy egy ismeretlen szerzőtől idézzek. Áldás vagy a kerek világban, a neved benne van az imákban. Éltető erő vagy az emberiségnek, nincs hely, hol ne ismernének. Ringató kalászod, nagy utat tesz meg, míg népet kenyérrel vendégeled meg. Verejtéket is ontanak érted, a becsületet kiérdemelted. Sokan sírva epednek utánad, várják az alamizsnádat. Mások benned dúskálnak, morzsáidra nem vigyáznak. A kenyér az ember legalapvetőbb élelmiszere, amely az életet és a megélhetést szimbolizálja. Nem is olyan régen a szántás, a búzavetése, az aratás fáradtságos munka volt. Mindenkire szükség volt, kicsikre és nagyokra össze kellett fogni. Fáradtsággal, verejtékkel került a kenyér az asztalra, becsülete és tisztessége volt.
A kenyér jelképe továbbá Jézus testének, az életnek. Az augusztus az új kenyér havának is nevezik. Az első kenyér a mai napon nemzeti szalaggal átkötve kifejezi az élet és a haza összekapcsolását. Emlékszem gyermekként a nagyszüleimre, akik arra intettek, hogy a kenyeret nem dobjuk ki. És bizony arra is emlékszem, hogy megboldogult mamám hogyan vágott végig rajtam egy paradicsomos karóval, amikor észrevette, hogy a zsíros kenyeret bedobtam a tormalevelek közé. Most így felnőtt fejjel azt mondom, hogy igaza volt. Azért volt igaza, mert ahol nincs becsülete a kenyérnek, ott nincs becsülete a hazának, nincs becsülete a családnak, nincs becsülete a hitnek, és nincs becsülete az ünnepnek sem. S ám elég volt néhány generáció, hogy üres kliséként hangozzanak az előbbi intelmek. Pedig a magyar nép nagyszerűsége éppen abban rejlik, hogy bármilyen mélyre taszította az éppen aktuális politika, e három eszmébe fogóckodva mindig megtalálta módját a felemelkedésének. A nemzeti szalaggal átkötött kenyér, ahogy már említettem, az élet és a haza jelképe, de lehetne a mi városunk jelképe is, hiszen morzsái vagyunk mindannyian nagyobb és kisebb közösségeknek, akiket a történelmünk gyúrt egyé, akiket a küzdelmek dagasztottak. Közös édesanyanyelvünk pedig körbeölel, mint a nemzeti színű szalag. Nem kell vágyakoznunk arra, hogy tartozzunk valahova. Csak észre kell vennünk egymást, azokat, akik körülvesznek, és íme már is ide tartozunk. Mert részesei vagyunk a családnak, részesei vagyunk városunknak, az országunknak. A beszéd után Pécelen is kitüntetéseket adtak át. Pécel díszpolgára elismerésben részesült kimagasló szakmai életútjáért D. Nagy Lajos zenész, a Bikini Zenekar frontembere. Nagyon köszönöm a városnak ezt a díjat, és csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy valóban nagyon jó élni ebben a városban. Miután D. Nagy Lajos aláírta díszpolgárok nagykönyvét, Pécelért díjat nyújtottak át Bafrekné Nyesti Márta, a Szemere Általános Iskola tanítónője, dr. Horváth Mária gyermekorvos, valamint Karsainé Sáfrány Magdolna pedagógus, Karsai Zsigmond özvegye részére. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Protalentum díjban részesült Tudás Lili Enikő, majd elismerő oklevélben részesültek a felkészítői, Ipacs Katalin, Dudás Tibor és Csömör Marcell Krisztián is. Minden arcot, minden szépet, jaj! Megátkoz, megéged, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bánt. Tasnádi Petra és a Kis Cipőzenekar újabb fellépése után a pécseli egyházközösségek, gyülekezetek képviselő jelenlétében a hagyományos kenyérszenteléssel zárult az ünnepség. A megszentelt kenyeret felkínáltak a helyiek között, majd galambokat is felengedtek a magasba. Választottam ezt a napot, úgy akartam, bölcsöm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot, úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj.